Főtisztelendő pap és diákonus testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! 90 évvel ezelőtt technikai bravúrnak számított, és első volt Magyarországon az a templom széthúzás, amit itt ezen a dunapatai templomon végbe vittek Möller Károly és fia mérnök vezetésével az akkori emberek. Itt a középső részén a templomhajónak ketté vágták a templomot, széthúzták mintegy 10 métert, kifalaszták és megnagyobbították, és most senki nem veszi észre, hogy itt egy betoldás van a templom hajóban. Nagy szenzáció volt ez abban az időben, utána kezdődtek Magyarországon olyan templomi átalakítások, hogy arrébb vittek egy utcán egy templomot, hogyha útba talált lenni, vagy nagyobbítani kellett. De úgy gondolom, hogy még nagyobb volt az a lelki háttér, ami miatt erre szükség volt. Érdemes megkeresni azokat az iratokat, én megkerestem egykori plébánosnak levelezéseit, Garai Béla plébánosnak, mind az érsekséghez, mind a minisztériumhoz, legyen az kulturális vagy gazdasági minisztériumhoz, a vármegye főispánjához, hogy segítséget kérjen, mert ahogy írta az egykori plébános, visszatekintve a múltra, nagyon megnövekedett a hívek száma. És az egyik levélben elmondja azt, hogy ez a település egy ősi település a Duna mentén, a középkorig, pontosabban a mohácsi csatáig teljesen színkatolikus volt, hiszen hát valóban utána kezdődött a reformáció. Csak hogy a mohácsi csatában, mint tudjuk, 5 püspök, 2 érsek, sok egyházi ember elesett, enélkül vezető nélkül maradt a katolikus egyház. Így itt közvetlenül Kalocsa tő szomszédságában is, Dunapatajon, és a magukra maradt hívek a prédikátorok hatására reformátussá lettek, és azt a templomot, azt a nagy templomot, ami ma református kézen van, átalakították református Isten tisztelet szokásai szerint. Amikor pár évvel ezelőtt volt a református templomnak egyfajta régészeti kutatása, magam is jártam benne, és megtalálta Vörös Márta építészünk azt a pasztofóriumot, vagyis szentségházat, amiben az oltári szentséget őrizték a katolikus templom idején, de hát miután erre nem volt szükség, befalaszták. És az a Garai Béla plébános írja azután, hogy azok a megmaradt katolikusok, akik itt éltek, vállalták mindig a több gyermeket, és még azt is írja, hogy a protestánsok egykéztek már főként a 20. században, úgyhogy olyan nagy létszámú lett a katolikusság, hogy nem fértek be a templomba a szentmiséken. Szükségessé vált, hogy vagy egy új templomot építenek, vagy megnagyobbítják. Ez a templom, aminek első formája 1761-ben épült,
az a király parancsára történt, kötelezte az akkori reformátusokat, hogyha már az egykori katolikus templomot ők használják, akkor segítsenek fölépíteni a katolikusok templomát. De hát az kicsinnek bizonyult az évek, évszázadok során, és azt írja a plébános, hogy abban mindösszesen 400-an tudnak elférni a két misén. Hát milyen jó lenne, hogyha ugyanerről panaszkodnánk, de hát azt mondja a plébános, hogy sokkal többen jönnek vasárnaponként. És így került sor aztán arra, hogy megnagyobbítsák ezt a templomot, az is már egy hosszú procedúra volt, hogy utána jártak annak, hogy pénzt kapjanak, téglát égessenek, és hát megvalósulhasson a 30-as évek nagy válsága után a templombővítés. És hát ezt a templomot akkoron, 1934-ben, amikor elkészült a bővítés, akkor Zichy Gyula érsek újra szentelte. Erre emlékezünk most ebben a mai szentmisében, ha nem is napra pontosan, de évre és hónapra az építést illetően igen. Milyen tanulság ez számunkra? Az, hogy eleinkben, akik itt laktak, az első világháború után, sok megpróbáltatás után is volt életerő, s mi adta ezt az életerőt? A hit. Mostani evangéliumunkban, amikor Jézust megkeresik az emberek a csodálatos kenyérszaporítás után, akkor megkérdezik tőle, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző cselekedetet vigyünk végbe. És Jézus azt mondja, hogy higgyetek abban, akit az Atya küldött, mármint ő benne. És ez a hit nem egy ilyen körülbelül való hit, meg valami vélekedés, hanem életforma. Ahogy az Efezusi levélben hallottuk, amikor azt mondja Szent Pál apostol az akkori keresztényeknek az első évszázadba, akik a pogányságból nagy nehézségek közepette, hiszen már akkor is üldözték őket, keresztényé lettek, hogy ti ne úgy éljetek, mint a pogányok. És használ egy hasonlatot, hogy öltsétek magatokra a krisztusi életformát, legyetek új emberré. Ugye ebben van egy kép, hogy ha valaki egy olyan ruhát vesz föl, ami szimbolizál valakit, akkor annak az életformáját akarja utánozni. Hát ugye a színészeknek egyik kelléke ez, ha még kosztümös filmeket játszanak, hogyha valamilyen szerepet alakítanak, akkor annak a mesternek, annak a tudósnak, vagy lovagnak a ruháját öltik föl, és akkor mindjárt könnyebb elhinni, hogy ők azok, akiket ábrázolnak. De az apostol azt mondja, hogy öltsétek magatokra Krisztust. Amikor megkeresztelik a gyermekeket, akkor benne van az a régi liturgikus szokás, ami még az ősegyházból maradt meg, hogy a hittanulók, a katekumenek a keresztség alkalmával egy ilyen fehér ruhát, mint a minisztrálisról vettek föl, abba jelentek meg egy hétig a szentmisén, mint egy jelképéül annak, hogy Krisztus lelkületét veszik magukra, hogy úgy akarnak élni, mint ahogy Jézus Krisztus élt. Ez nem szolgai követést jelent, tehát nekünk nem kell elmenni a Genezáreti tó partjára,
vagy a Jordán folyóhoz a Krisztus követésben, hanem a mi életformánkban kell megkeresni, hogy mit tenne Jézus Krisztus a mi helyünkbe. És ez az ünnep éppen ezt akarja mondani, amikor ahogy a plébános atya mondta az elején, hogy ma inkább az az érzésünk, hogy vissza kéne kicsinyíteni a templomot, össze kellene tolni, mert hát kevesen vagyunk. Bár még mindig vannak katolikusok szép számmal itt a városban, vagy a községben, csak nem gyakorló hívők. Ennek sok oka lehet. Ez az egykoron nagyon buzgó falu sok mindenen átment. Aki ismeri a 20. századi történelmet, tudja az, hogy 1919-ben vidéken, itt és Kalocsán volt a legnagyobb ellenállás a kommunista kommunnel szemben. Sok halottja is volt annak a szembenállásnak, amit az akkori dunapataiak itten megvalósítottak, Samuel és a Lenin fiúk mészárlást végeztek ebben a községben is. És hát természetesen a háború után erről az új időknek az urai nem feledkeztek meg, és minden igyekezetükkel azon voltak ilyen helyeken, hogy a vallást kiírtsák az emberekből, vagy akár csak a múlt iránti tiszteletet és annak folytatását. Bizonyára ez is benne van abban a szituációban, amit most élünk, de aztán még hozzájön a mai pogány világ, a liberalizmusa, az emberek közömbössé válása, ami ismét csak nehézé teszi a mai keresztényeknek az életét. De éppen eleinknek, akik itt éltek, a példája, hogy képesek voltak arra, hogy megtöltsék a templomot és nagyobbítsák, irányít, ösztönöz bennünket, hogy nincs minden veszve, lehet mindig újra kezdeni, csak azoknak, akik ma vannak, azoknak hitvalló, hiteles keresztényeknek kell lenniük. Hitüknek életformává kell válniuk. És ezt az életformát nem úgy maguktól tudják megvalósítani, mert hiába akar valaki, mondjuk, egy nagyon kiváló tudós lenni, hogyha nincs hozzá meg az adottsága, képessége, segítsége, ugyanúgy a keresztény élet is megkíván sok segítséget, és éppen ez a kegyelem, éppen a szentségek, a szentírás, az emberi jó példadás, közösség, ami ebben segít bennünket. A templomnak ezen a emlékezetes szép évfordulóján kérjük az Urat, hogy amikor mi itt vagyunk ebben a templomban, akkor mindig mondjuk el, érezzük azt, amit a Táborhegyén megéltek az apostolok, Uram, jó nekünk itt lennünk. És itt ebben a templomban, lelkileg megerősödve a szentmiséken, a szentséghez, az eukarisztiához járulva, az olvasmányok evangéliumot tanítását megszívlelve, próbáljuk meg a következő hetet, napjainkat azzal megtölteni. Legyen tehát ez egyszerre emlékezés és feladat és hála a mai ünnep. Emlékezzünk a régiekre, adjunk hálát értük, és az a feladat, hogy nyomukba kell lépnünk az Isten kegyelmével,
váljék valóra a mi életünkben is. Amen.